Nagy volt a nyüzsgés az energetikai szakközépiskola és kollégium nyílt napján, ahol a szakmacsoportok bemutatkozása mellett be lehetett járni az épületet, az osztályokat, tanműhelyeket és találkozni a pedagógusokkal, felsőbbéves diákokkal. Az elektrotechnika, elektronika szakmacsoportos fiatalok több saját készítésű terméket állítottak ki. Ez a szakma azért nem könnyű. Tehát minden tanuló, aki ide jön, azt én el is mondom itt a szülőknek a bemutatókon, hogy nem könnyű ez a szakma, viszont akinek sikerül ráérezni az ízére, azt mondom, hogy az életbe is bárhol el tud helyezkedni. Elektromos szakemberekre szükség van a mai világban. Az alapítványi fenntartású középiskolában az elmúlt évekhez hasonlóan gépészet, elektrotechnika, elektronika, informatika, környezetvédelem, vízgazdálkodás, közgazdaságtan és ügyvitel szakmacsoportokba várják a 8-osok jelentkezését. A felvételi eljárásban nincsen változás, így a felvételi pontok kiszámításában sem. Nálunk a felvételi pontszám három részből tevődik össze. Egyrészt a központi írásbeli, matematikából és magyar nyelvből. A szóbeli elbeszélgetés, amit hangsúlyozni szeretnék az idén is, hogy csak elbeszélgetés, illetve a hozott pontok, amelyet az általános iskolai osztályzatokból rakunk össze. Ezek is megtalálhatók a www.esi.hu honlapunkon. Az energetikai szakközépiskolát képzési kínálatát lesz még alkalma megismerni a végzősöknek. Az ESZI minden esztendőben részt vesz a Szekszárdon rendezett pályaválasztási kiállításon, illetve lesz még egy nyílt napjuk novemberben. Emellett honlapjukon minden a felvételi eljárással kapcsolatos információ olvasható, de a telefonos, személyes megkereséseket is szívesen fogadják.